hagyományteremtő céllal rendezték meg idén júliusban az ország első hegesztő versenyét, ahol a versenyzőknek, a játékosoknak, az indulóknak egy nehezített hegesztési feladatot kellett végrehajtaniuk. A zsűri a 26 éves Baksa Szilárdot találta a legjobbnak, aki saját elmondása szerint az esélytelenek nyugalmával indult. Most itt van velünk, illetve Toma Zoltán is, a hegesztőverseny ötletgazdája. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk Révfülöpön. És a győztes munkás. A győztes darab, igen. Amire egy, én bevallom, tehát egy laikusként azt gondoltam volna én, hogy valamilyen óriási tárgy lesz, amit úgy meg kellett hegeszteni, de úgy tűnik, hogy egy ilyen pici felületen kellett megmutatni azt, hogy ki a legjobb. Mit kell látnunk rajta, ha nem tudjuk, hogy mit keresünk? Mitől lett ez a győztes munka? Hát ez egy munkadarab, ugye? Ezen több hegesztési varrat van. A kamera mutatja, akkor lehet is látni, hogy milyen hegesztési varratok vannak rajta. Természetesen ezt vizsgálni kell. Ezt vizuálisan vizsgálják a zsűri tagok. Én nem voltam a zsűri tagság, mert én voltam a rendező, ugye én kivonultam ebből. De a varratot menet közben is nézték, hogy hegesztett a kollega. Újra is kellett indulnia. Ez egy nagyon fontos hegesztési probléma szokott lenni, hogy újrainduláskor mi történik. És a legvégén pedig megnézték természetesen a végeredményét, és ez alapján választották a Szilárdot győztesnek. Szilárd, te hogyan élted meg ezt a versenyt? Tehát belecsöppentél ebbe a versenybe, ebbe a világba, de azért a mindennapjaid része, tehát nyilván van benne rutinod, de ahogy Bence is mondta, hogy nagy rácsodálkozás volt, hiszen az esélytelenek nyugalmával indultál. Hát meg a legfiatalabb versenyzőként, ha tudom, jól tudom. Számomra igazából ez ilyen meglepetés volt, mert a kíváncsiság hajtott, hogy benevezzek, és meglepetés volt, mikor az eredményhirdetésnél hallottam, hogy én örülhetek a legjobban. Mennyi idő alatt készítetted el egyébként? Hogyha jól néztem az adatokat, egy órába tellett körülbelül, nem kapkodtam, nyugodtan, kényelmesen csináltam. A többiek azt hiszem gyorsabban csinálták meg, de én inkább a minőségre mentem, mint a hétköznapokban is. De neked ez a tanult szakmád? Igen, én ezt tanultam. Ebben is dolgozol. Ebben dolgozok, jelenleg vidámparki játékokat csinálunk a világ minden területére, úgyhogy kell a felelősség, kell a tudás, és hát mit tudtam kamatoztatni. Miért kellett életre hívni egy ilyen versenyt, hogy a hegesztők megmutassák, hogy ki a legjobb közülük? Tehát valószínűleg igény volt erre, mint ahogy létre is jött, hogy ez a szakma megmutassa magát. Alapvetően az volt a tervem, meg szándékom ezzel az egésszel, hogy összeszerveztük ezt mi, tehát van egy MAHEG, ez a Magyar Hegesztés Technikai Egyesület egyébként, szervezett egy nyári egyetemet a Miskolc Egyetemmel karöltve, és ez a nyári egyetemmel párhuzamosan rendeztük meg ezt a hegesztési versenyt. Nekem az volt a szándékom, hogy a hegesztő szakmérnök, a hegesztő technológus közelebb kerüljön a hegesztő szakmunkáshoz. Némi feszültség szokott köztük lenni, mert a mérnök előír valamit, a szakmunkásokat be kell tartania, és én szerettem volna ezt a szakmát egy kicsit közelebb húzni, ezért ennek a két párhuzamos rendezvénynek voltak közös programjai, az étkezések például, ahol találkoztak ezek az emberek egymással, meg át is jöttek természetesen a nyári egyetemről a kollégák, és megnézték a hegesztő versenyt. Úgyhogy ez volt a szándékom, hogy kicsit közelebb hozzam a hegesztő társadalomnak az elemeit egymáshoz. És mi kell ahhoz, hogy valaki igazán jó hegesztő legyen? Mire kell nagyon aprólékosan, nagyon precízen odafigyelni? Hát igazából a kitartás és a türelem. A türelem az nagyon fontos hozzá, mert a hegesztés önmagában nem egy gyors folyamat, és kitartás. Egy ilyen sisakban. Igen, ez van ilyen rock and roll, nem? Igen, tehát, hogy nincs mindenkinek ilyen sisak, csak a hegesztő bajnoknak. Viszont a hegesztésnek is azért rengeteg fajtája létezik. Nem tudom, filmekben, akár dokumentumfilmekben is látjuk azt, hogy van, amikor mélytengeri környezetben, vagy nem is kell feltétlen tenger, víz alatt kell dolgozni. Az is egy ilyen specifikus ágazata vagy ága ennek. Milyen fajtája létezik még? Nagyon sokféle, tehát maga a hegesztési eljárások is nagyon sok fajta van. Ezért is van az, hogy hegesztő szakmunkások azoknak minősített hegesztőknek kell lenniük, tehát valamire minősítenek. Tehát minden hegesztési feladat nem fog tudni ellátni, hanem adott feladat. Itt is az volt a versenynél az alapfeltétel, hogy nekik erre minősítésük kell, hogy legyen, és csak azok jelentkezhettek, tehát ez egy előszűrő volt egyből, hogy nem az volt, hogy bárkit ráengedtünk erre a munkadarabra, hanem azok, akik ebben gyakorlottak. Tehát mivel, hogy beszéltünk, mondtad a víz alatti hegesztés, az is egy fajtája, ugye az külön képzik egyébként a víz alatti hegesztést. Magyarországon is létezik képzés rá, de egyébként nagyon keveset képeznek, hogy erre kicsi az igény itt Magyarországon. Nekem is van olyan hegesztőmester kollégám, aki húrótornyon szolgált, tehát 3 évig, és ő neki nem tudom hány száz méterig megvan a vizsgája arra, hogy víz alatt is tudjon hegeszteni. Tehát ugye ez egy szakma alapvetően, amit egészen szakmunkástól a szakmérnöki szintig képeznek, tehát ez egy különálló dolog a világban. És jó, hogy van egy ilyen verseny, ahol és ezt meg tudjátok mutatni. Sok ilyen lesz a jövőben.
Hát mindenképpen cél, tehát a zsűritagság meg a zsűrielnökkel megbeszéltük azt, hogy ennek hagyományőrzően meg kell maradnia, tehát mindenféleképpen cél az, hogy ez menjen, sőt azt is megbeszéltük, hogy ez már nem heggesztő verseny lesz legközelebb jövőre, hanem a heggesztők találkozója lesz, aminek részeleme lesz a heggesztési verseny. Tehát itt szépen kinövi magát akkor ez a rendezvény remélhetőleg. Ez a cél. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk neked, Szilárd. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Bence már említette az adás elején, hogyha a cheerleaderekre, a cheerleading sportra gondolunk, akkor szerintem mindenkinek rögtön ugye a pompomlányok jutnak eszébe. Hát rásegített ugye az a sok hollywoodi kassza siker is, ahol láthattuk az amerikai foci vagy a kosár meccseken, ugye ezeket az őrjöngő, nagyon látványos produkciókat. Na, de most bizonyítják, hogy nem erről van szó, igen, mert hogy állítólag a férfiaktól indult ki ez a sportág.